Több mint egy hete léptek életbe az újabb enyhítések Magyarországon, nincsen már kijárási tilalom, és nem kell maszkot sem hordani a szabadban. Európában ugyanakkor sok helyen ez még másként van. Az alacsonyabb átoltottság miatt nem lehet lazítani, emiatt pedig nő a feszültség is az emberekben. Egyre több az illegális rendezvény, aminek nem egyszer a rendőrök vetnek véget. Gördeszkázó kamaszok és a parkokban pihenő beszélgető fiatalok, így nézett ki szombat késő délután Budapest belvárosa. Este pedig a vendéglátóhelyek is megteltek, és akár hajnalig is nyitva tarthatnak. A teraszokon nevető, mosolygó emberek sehol sem volt feszültség. Csak néhányan vettek fel maszkot, hiszen Magyarországon már több mint egy hete nem kötelező a viselete. Az élet Európában az elsők között zökkent vissza a megszokott kerékvágásba itthon, hiszen már jóval 5 millió felett jár a beoltottak száma, van elég vakcina, jól halad az oltási program. Európa más országaiban viszont máshogy telt a hétvége. Portóban a BL döntőre érkező angol szurkolók nem tartották be a járványügyi szabályokat, pedig az országban továbbra is kötelező hordani a maszkot és tartani a távolságot. De őket ez nem érdekelte. A több ezer angol szurkoló a tiltás ellenére már délután maszk nélkül összezsúfolódva vonult, sörözött és skandált, és többször egymással is összeverekedtek. Ezzel szemben a helyi szurkolók betartották a szabályokat, még úgy is, hogy a hatóságok tehetetlenek voltak az angolokkal szemben. A legtöbb angolon nincs maszk, nálam itt van, és a portugálokon is van. Rengeteg rendőrt láttam, de nem foglalkoznak azokkal, akik nem vesznek fel maszkot, panaszkodott egy portugál férfi. Este pedig végleg elszabadultak az indulatok, az angol szurkolók rendbontását a rendőröknek kellett megfékezni. Máshol is nehezen boldogulnak a hónapok óta tartó korlátozások miatt feszült tömeggel. Franciaországban másfél hete kinyitottak a vendéglátóhelyek teraszai, de a kijárási tilalom továbbra is érvényben van, egy picivel tolták csak ki a kezdetét. Párizsban sokaknak ez nem volt elég, nem akartak hazamenni, és spontán utcabálokat tartottak. A rendőrök végül erővel küldték haza a tömeget. Rendben, ennél súlyosabb volt a helyzet. Hatalmas tüzet raktak, és mindent, ami a kezük ügyébe akadt, a lángokba dobtak az emberek. A rendőrség könygázzal és gumibotokkal vetett véget a féktelen ünnepségnek. A kijárási tilalom kezdete után pedig még egy ideig kergették a randalírozókat. Bordóban pedig a kijárási tilalom kezdetére egy hatalmas tüntetés alakult ki az egyik téren. Ott is a rendőröknek kellett közbelépnie.